Idén 9. alkalommal rendezték meg a Pollák Expót Pécsett. A kétnapos rendezvényen több mint 120 kiállító képviseltette magát. A szakmai előadások mellett az érdeklődők versenyeken vehettek részt, és végigböngészették az állásbörze kínálatát. Sok kiállító cég nagy hangsúlyt fektetett a környezetvédelemre. Különösen igaz ez a Technik 2000 Kft-re, akik idén nyerték meg a Pécsi Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara környezetvédelmi díját. Ketten nyertük el a környezetvédelmi díjat, az egyik a Biocon volt, hát ott azt hiszem egyértelmű, hogy ők mivel foglalkoznak. Mi azért kaptuk meg, mert a saját épületünk tetejére feltett napcellás kiserőművünk ilyen 45 kW környékén van a teljesítménye, az lehetővé teszi számunkra, hogy a már most meglevő hőszivattyús fűtés-hűtés rendszerünket tovább korszerűsítsük, és gyakorlatilag ezzel a saját energiaforrással a gázenergiát, tehát egy kicsit a fosszilis energiák oldalát csökkentsük. Ez nem csak olyan szempontból, hogy anyagi kérdés, hanem a környezet kimélésének a céljából is történik. A cég napkollektorok tervezése és engedélyezése mellett villamosanyagok forgalmazásával is foglalkozik. Kiserőműveket készít kursra készen, és duális képzést nyújt azoknak a diákoknak, akik ezen területen szeretnének elhelyezkedni.